szekszari UFC a Budapest Honvéd ellen játszott hazai pályán. Az első fél időben a szekszari csapat birtokolta többet a labdát, ennek ellenére a Honvéd tudott gólt szerezni. A második fél idő nagyrészt mezőnyjátékkal telt, de a hazai csapat beerősítésével sikerült egyenlíteni. A szekszari UFC elnöke Kárpáti Zoltán értékelte a csapat vasárnapi teljesítményét. Marti, de jó lett volna. Mutatta csak a gyerek beleért. Szereznek! Szereznek! Most! Így van! Bravo! Igen, esélyt van. No! És nézzük meg! Jó is! Hasztalj! Kicsit, most egy kicsit meredeket tudod átjönni. Meg most egy... Nem baj! Nem, bravo! Hát jól is. Szekszárdi UFC budapesti Honvéd 2 mérkőzés Sipos Katalin játékvezető sípszavára indult. A hazaiak kezdő 11-e. Horváth Bálint, Márton Erik, Szabolcska Tamás, Királyházi Bence, Lékó Roland, Ranga Máté, Dallos Máté, Tóth Péter, Lerch Marcel, Mészáros István, Arena Ármin. Valamint csereként játszott még Hegedűs Edvin, Hegedűs Márk és Csigi Ádám. A szekszárdi műfüves pályán 1-1-re végződött a találkozó, amely félidőben még 0-1-re állt. Az UFC játékosai az első játékrészben többet birtokolták a labdát, ám ilyen is a futball, a fővárosiak egy lövéssel mégis megszerezték a vezetést. Nagy Tamás edzett a szekszárdiak, végül csak a mérkőzés hajrájában tudtak egyenlíteni, a két hegedűs összjátéka nyomán Hegedűs Edvin tette fel az íra a pontot, ami végül egy pontot ért. A Honvédban Ivicevics már kapuvédő jól teljesített, így elmaradt a várovárt hazai győzelem. Az UFC együttese továbbra is sereghajtó az eddig megszerzett 12 pontjával, és 11-37-es gólaránya jól mutatja, hogy elsősorban a gólszerzésben kell hatékony változásokat elérni. A következő ellenfél a Pénzügyőr csapata lesz, akik 29 pontjukkal jelenleg az 5. helyen vitézkednek. Így hát nagyon elkér majd a biztatás, javulj és gólerősebb légy UFC. Vissza fejed, szép volt. Úgy van, jó is az. Hogy de szép. Megint. Ott a Marcika! Hege! Ne imád a valamit, gyerek! Kurva élet! Oda nincs ide! Jó! Bravo, Máté! Gyerünk, Ádám! Velo! Ott van! Jön, szenves! Ahogy jön! Bravo, Ege! Ott van! Gyerünk, Ádám! Bravo! Egyenlít a szekszám, gólszerző a 8-as számú, Hegedűs Edvin! Ez az Edvin!
Hege! Gyönyörű kis Hege! Gyere még, van egy kicsi, gyerünk! Gyere, van még idő, gyerünk! Bravo, Edi! Páté, bravo, Dalos Páté! Itt volt Téó! Bravo, fiúk! Helyen ki még jó is játszott. A tavaszi első forduló elmaradt, mi volt az oka? Sajnos a sok csapadék miatt a Bölcskei pálya futballra alkalmatlanná vált, azért a játékvezető, illetve a helyi csapat úgy döntött, hogy halasztani fogják a mérkőzést. Hát iszabb birkózást lehetett volna maximum azon a pályán végezni. Egyesület technikai vezetőjétől tudom, hogy március 9-én kerül majd megrendezésre ez a találkozó, akkor fogjuk majd pótolni újra ezt a mérkőzést. Az első szekszárdi hazai mérkőzésen pedig neves együttes a Honvéd második csapata jött. Milyen volt a mérkőzés? Hát nagy várakozással vártuk a találkozót. Egyrészt így, hogy elmaradt az első forduló, ezért mindenképpen szerettünk volna hazai pályán bizonyítani, ami én azt gondolom, hogy részben sikerült is. Sajnos egy védelmi hibának köszönhetően az ellenfél a Honvéd szerzett vezetést. Annak ellenére, hogy már az első fél idő 20. percében, hogyha tiszta helyzeteket nézzük, akkor a Szekszárd vezetett volna 2-0-ra. Sajnos a futball, hát ilyen. Aki több gólt lő, az eredményesebb. Aztán a második fél időben továbbra is egy-két hullámvölgyet leszámítva, én úgy gondolom, hogy a mi játékunk volt kiegyensúlyozottabb és jobb, és sikerült megszereznünk egy gólt, ezáltal a találkozón egy ponttal sikerült zárnunk.